Ez a társaság az Árpád-házi Szent Erzsébet cselekedeteit követi. Tudjuk, hogy Szent Erzsébet legendája szerint is a szegény gyerekeket is tápolta, a betegeket, és ugye rokonai, akik fösvények voltak, azok nem engedték, hogy a vagyonát szétoszza, bár halál előtt ezt megtette, de mindig, amikor éhínség volt, akkor a teljes vagyonát adta, és amikor vitte ki a kenyeret meg az ételt a gyerekeknek, akkor kérdezték a rokonai, hogy mit visz. Mondja, hogy rózsa van az ölébe, és ezért Szent Erzsébetet rózsával szokták jelképezni, mert Isten csodát teremtett, és a kenyér helyett és az étel helyett rózsa lett az ölébe, amikor megnézték. Ugye ő az az Árpád-házi Szent Erzsébet, aki második Endre lánya, ismerjük a Bang Bang operát, Gertrud az anyja, aki végignéz az anyja halálát, és utána belőle lesz az egyik legnagyobb magyar jótékony szent. Na most ennek a nyomát követni, és olyan dolgokat felvállalni, ami a mostani korban is a gyermeket helyezi előtérbe, és a szegény családoknak gyűjt, ad, ez nagyon természetes dolog, és emellé mindig mellé kell állni mindenkinek szerintem, aki itt él ezen a vidéken. Azt gondolom, hogy egy ilyen társaságnak nem kell reflektorfénybe lennie állandó jelleggel, hanem fel kell kutatni, megtalálni mindazokat, akik rászorulnak a segítségre, és úgy adni a segítséget, hogy a másik el tudja fogadni. Ez egy nagyon fontos feladat, és azt gondolom, hogy ezt a hölgyek fölvállalták. Nagyon fontos az, hogy a helyi magyar közösség, magyar társadalomnak a polgári kezdeményezéseit felkaroljuk, támogassuk, bátorítsuk, hiszen ez az élesztője a közösség öntevékenységének, megmaradásának, egymás segítésének, tehát a legszebb polgári erényeknek, ami nélkül nem lehet létezni a 21. századi Európában, a világban, és örülünk annak, hogy ezek a hagyományok az utóbbi időben, néhány évben tulajdonképpen azt lehet látni, hogy erősödnek, terjednek, hogy a rózsahölgyek bálja az egy immár hagyományjá, tradícióvá vált társas ünnepség, ahol egyrészt a jótékonyság eszméjét népszerűsítik, azokon segítenek, akik erre rászorulnak, itt a nehéz sorsú gyerekek egyrészt, illetve a betegek, beteg gyerekeknek a megsegítését támogatják az akcióikkal, és ez egy nagyon szép megjelenési formában, itt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában kerül megrendezésre, ami egy méltó helyszín egy ilyen rendezvényhez. Emellett pedig ugye bemutatásra kerültek a kárpátaljai, beregszászi, a környékbeli legjobb éttermek kulináriai remekei, ami ugyancsak nagyon vonzóvá teszi ezt a rendezvényt. A borászok is bemutatkozási lehetőséget kaptak, hiszen tudjuk azt, hogy a kárpátaljai borászat az utóbbi időben kezdett visszatérni egykori régi, hát fényes idejéhez, amikor még ez egy híres bortermő vidék volt valamikor, Tokaj nyúlványának számított a kárpátaljai borvidék, és most egyre több ilyen nagyon ambiciózus, fiatal, immár nagyon szakszerű módon dolgozó borásszal találkozunk, hogy ők is bemutatták itt ma a boraikat. Szerintem több minden is hasznos és szép dolog egyesült itt a mai napon, ami a rózsahölgyek báljának az egyik erénye, hogy ezeket a nagyon értékes hagyományokat magába foglalja, egyesíti és bemutatja. Reméljük, hogy ez a mozgalom, talán így szabad kifejezni a rózsahölgyeknek, ez a hagyománya, a tradíciója, ez tovább fog szélesedni a további években. Ezért a konzulátus nagyon fontos feladatának érzi, hogy támogassa a rózsahölgyek bálját. Ugye társszervezők vagyunk Magyarországról, a Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma részéről. A Ponovásné Pana Petra helyettes államtitkárasszony fővédnökként vállalta a bálnak a támogatását, személyesen részt is vesz a bálon, és hát ez egy szép gesztus. Örülünk neki, hogy ennyire, hát magas szintre emelhettük tulajdonképpen a bálnak a presztízsét, és szeretnénk ezt a továbbiakban még jobban fokozni, erősíteni.